Kulturális bemutatókkal kezdődött a Süti Fesztivál, amely az utóbbi években a palini közösség fontos hagyományává vált. A helyiek nem csak megosztják egymással süteményeiket és receptjeiket, de a program hidat teremt a generációk között is. Az idősebbeket az a jó érzés töltheti el, hogy a süteménykészítés titkait adják át a fiatalabbaknak, a fiatalabbak pedig átérezhetik azt az érzést, hogy olyan képességgel rendelkeznek a süteménykészítés képességével, amelyet kedvükre végezhetnek úgy, hogy ezzel másoknak is örömet szereznek. Csak nem 40 palini adott számot sütési tudományáról, a finomságokat három fő zsűri értékelte. A szakemberek elmondása szerint a résztvevők kitettek magukért. Az idei az valami csúcs volt. Nagyon jó ízűek voltak, nem voltak édesek, természetes ízekbe hoztak, megfogadták a tanácsainkat, és elhagyták az aromákat. Tényleg kifogástalan minőségű termékek voltak, és épp itt a zsűri társaimnak mondtam, hogy itt már ott volt az a láthatatlan üvegecskében lévő szeretet, ami belekerült a termékekbe, amikor készítették őket. A szervezők tapasztalatai szerint évről évre egyre több gyermek nevez be a fesztiválra. Tudok olyan két gyerekről, aki tudatosan készült erre a fesztiválra, és többen vannak, és lényegében ez szájról szájra is terjed, elmondják a gyerekek, és lényegében így kényszerítik a szülőket is, hogy talán otthon is kéne egy kis süteményt sütni, nem csak az üzletben vásárolni. A rendezvényen a junior korcsoport mellett sós, szeletelt, valamint teasütemény és torta kategóriában hirdettek helyezetteket.